Figyelem, figyelem! A nem adó szerz a legelszebb civil közösségének demonstrációját látják. A demonstráció célja a politikai döntéshozók figyelmének felhívása a kialakult súlyos helyzet miatt. Denizások mi vagyunk, éjjel-nappal harcolunk, házainkat nem adjuk, otthonainkat nem hagyjuk, életüket sem adjuk. Felhívnám a lakosság figyelmét, hogy a mellettünk lévő kitűnő bank a... CIP-ról mondanék egy pár szót. Az a 2006-os években ez a bank elkezdte a mocskos lakásmafiával összefonódó ügyleteit, ami az ING-n keresztül indult ki, és az akkori biztosítással megkötött különböző szerződéseket két hónapon belül kivették a devizaadósok alól, és már az új tulajdonosok két hónap után ott voltak a lakásokba, és egyszerűen nem lehetett mit tenni. Ezt tömegesen végrehajtották ezeket az embereket, és erre bizonyíték is van, mert az akkori bimbózó Lánchíd Rádió még elég frissen és aktívan részt vett ebben, és az oknyomozó riportjában 24 óra alatt lebuktatta azt az offshore céget, amely Cipruson, ciprusi székhelyen működött, és az ottani hölgy nem tudta, hogy kivel beszél. Ugye ez egy eléggé régi médiás recept, hogy úgy bunkatunk le embereket, hogy nem mutatkozunk be, nem mondjuk meg, hogy a rádiótól vagyunk, és 24 óra múlva már a cégnek hűrnyomát lelték, mert ez a hölgy óvatlanul elárulta, hogy nem csak a CIP bank volt benne, hanem az a 30 kereskedelmi bank mind benne volt ebbe az akkori ügyletben. Erre még az is bizonyíték, hogy a 2006-os állapotokra a jellemző az, hogy ha átgondoljuk, de a földhivatalok akkor hogy működtek? Sehogy. Én 2009-ben adtam el a lakásomat, és 1988-ban kaptam meg, és 2009-ben, amikor eladtam rá, egy évre kaptam egy tulajdonlapi értesítést, hogy a nevemre írták a lakást, amit már egy éve eladtam, és 10 évig benne laktam, és nem volt a nevemen. Na most, hogyha én nem a saját családomba adom el a lakást, akkor megtehettem volna azt, hogy bármennyiszer eladom még egyszer a lakást, hisz a nevemen volt az, ami már el volt adva. Na most ezek a jogi állapotok tették lehetővé az, hogy ezeket a lakásmafiás ügyleteket meg tudják csinálni, hisz illetéket se kellett fizetni, mert az első tulajdonos és a következő tulajdonos közti közvetítőknek nem is volt a neve benne ezekben az ügyletekben, nem kellett illetéket fizetniük. De mi vette ki a biztosítást? Mi vette ki a biztosítást?